Attól függetlenül, hogy leg lesz a videó, javaslom, hogy írjatok. Jó? Ez már csak azért is, mert ez jó fog mutatni. Na, tehát akkor avval kezdünk, hogy itt van egy kompjútertápegység. Ez a kompjútertápegység, hogyha az ember így megnézi, akkor lehet látni, hogy lepkes súlyú. Ahhoz képest, hogyha ugyanezt egy másik transformátorral szeretnénk megcsinálni, ugye azt mindenki tudja, hogy ez előállítja a kompjúter számára mindazokat, amelyek szükségesek, úgy, mint a 12 voltot, 5 voltot, 3 voltot, stb. És amit ebből érdemes tudni, hogy a kettőnek körülbelül a teljesítménye megegyezik, hogy az egyik milyen dög nehéz, miért ilyen dög nehéz, és a másik meg miért olyan könnyű. Ezt majd a mai napon meg fogjuk érteni. Ugye középiskolában mínusz delta phi per delta t hányadosról hallottak, hogy ez lesz arányos az indukált feszültséggel, és ennek eredményeként hogy arról fogunk beszélni, hogy a mai napon csak indukciós kísérleteket szeretnék bemutatni. Hát az alap indukciós kísérleteket fogom én szépen összerakni. Az egyik műszerünk, ami fontos, az egy galvanométer lesz. A galvanométerünk a kísérlethez nem elég érzékeny, és akkor ennek eredményeként egy erősítővel fogjuk ezt az egészet megtoldani, és ez az erősítő lesz itt az egyik főszereplő. Tehát van a műszerünk. A kísérleti eszközünk, itt van egy vezető keretet, tessék megfigyelni. Hát ez a rész vörös részből van. A két végét fogjuk hozzákötni ide az erősítőnkhöz. Így. És tulajdonképpen az lesz, hogy ezt a keretet egy mágneses térbe fogjuk helyezni, és mozgatni fogjuk így az oldalát. A mágneses teret pedig úgy fogjuk előállítani, hogy a mágnesünknek a pólusaira pofákat szerelünk, ferromágneses anyagok, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy a két pofa között a mágneses tér az nagyjából elmondható, hogy homogén. Nem mintha fontos lenne, de kísérleténk szempontjából ez fontos, hogy a nagyjából homogén legyen. Na, valamiért ez nem akarja az igazat. Igen, nagyon egyszerű a magyarázat. Úgyni. Tehát azt hiszem, hogy látszik, hogy a keret egyik oldalának mozgatásával feszültséget tudunk indukálni, hogy az egyik esetben, amikor lent van, akkor a keret nagyon kevés erővonalat fog körül, a másik esetben nagyon sok erővonalat fog körül, értjük, hogy van fluxusváltozás, ugye, tehát amíg a felső állapotból az alsóba, vagy az alsó állapotból a felsőbe mozgatjuk, addig változik az a fluxus, azok az erővonalszámok, ha úgy tetszik, amelyeket körbe fog ez a vezeték. Tehát ez gyakorlatilag megmutatható, hogy ha lassan mozgatom, vagy gyorsan mozgatom, más lesz az indukált feszültségnek a nagysága. Így most egész lassan mozgatom, lehet látni, hogy így, és lehet gyorsan is mozgatni. Azt is tessék figyelembe venni, hogy ha megállunk egy helyen, akkor az indukált feszültség azért lesz nulla, mert a fluxusváltozás nulla. Azt hiszem, ez teljesen jól érthető. Azt kell mondjam, hogy ez a vezeték, amiközben én ezt mozgatom, változik a hossza. Tehát ez egyik esetben egy hosszabb vezeték, a másik esetben egy rövidebb vezetékről beszélünk. Hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy a vezetékünk hossza számít a kísérletben, ezért végezzük el a kísérletünket egy másik módon. Egy egyszerű mérőzsinór lesz most a főszereplő. Ha megnézi valaki, akkor azt lehet mondani, hogy így fogom tartani. Ha elmozdíthatjuk így, ekkor nagy a területe, így meg kicsi a területe, ugyanezt elvégezhetjük itt a két pofa között. Tehát ez azt jelenti, hogy ez az egyik állapot, ez a másik.
betesszük, szerintem jól látszik, hogy itt is van indukció, látszik, és az is fontos, hogy ebben az esetben mindenki elfogadja, hogy állandó hosszúságú a vezeték. Természetesen, ha meghúzom, akkor lehet, hogy egy 100 milliméterrel is hosszabb, de szerintem ezt most akkor elfelejthetjük. Az indukcióval kapcsolatosan Amper volt az, aki, hogy is mondjam, tudománytörténetileg egy izgalmas dolgon ment keresztül, a következőt találta ki Amper. Azt mondta, hogy vegyünk egy fémgömböt, emellé a fémgömb mellé helyezzünk egy másik fémgömböt, amit elektromosan feltöltünk. Így. Ennek hatására ennek a terében levő fémgömb egyik oldala pozitív, másik oldala negatív elektromosságot fog mutatni. Hogyha valaki ezt meg is nézi, az indukciónak hívják az angolok. Electrostatic induction. Erre mondta Amper, hogy akkor mi lenne akkor, hogyha mi is ebben a körben, ebből az irányból indulnánk ki. Vegyünk egy nagyon egyszerű áramkört, tehát van egy áramforrás, van egy zárt hurok, és emellé, a zárt hurok mellé tegyünk egy másik zárt hurkot, és akkor ennek a terében, hogyha ez benne van, akkor majd ugye itt ebbe az irányba fog folyni áram, és akkor hogy itt folyik-e áram? Ugye ez volt a kérdés. Erre mondta Amper, hogy ilyen nincs, így, azt mondta, hogy nincs. Ő egyébként egy precíz ember volt, és nagyon is jól végezte a dolgát. Ugye tudom, hogy a hallgatók gyűlölik a jegyzőkönyvek beadását, ezt szerintem mindenki ismeri, de Amper egy nagyon precíz ember volt, és a jegyzőkönyvének a szélén ilyen kis kommentekben megjegyezte, hogy ki és bekapcsoláskor itt van valami, amivel nem érdemes foglalkozni. Tehát nem ezért szeretjük Ampert, nagy ember volt, de hát a nagy emberek nagyot tudnak hibázni. Amit ezután szeretnék megmutatni, az, hogy nem is kellett volna az indukció, tehát az indukció felfedezése indukció felfedezéséhez elvezethetett volna a Lorentz-erő ismerete. Mit is mond a Lorentz-erő? Lorentz-erő azt mondja, hogyha egy mágneses térbe egy elektromosan töltött test mozog, akkor arra foghatni egy erő. Ugye azt tudjuk, hogy hogyan. Most akkor tessék megnézni, hogy itt van egy vezetékdarab. Ezt a vezetékdarabot fogom én mozgatni az elektromos térbe. Bocsánat, mágneses térbe, tehát függőlegesen fogom mozgatni. Nézzük meg, hogy mi is történik. Szerintem ez szépen látszik mindenkinek. Ha lassan mozgatom, akkor kicsi a kitérés. Ha gyorsan mozgatom, akkor pedig nagy lesz a kitérés. Tessék meggondolni, mi is van ebben. Itt fogom a vezeték két végét, és akkor ami mágneses térben, hogyha ebben vannak könnyen elmozdulni képes töltött részecskék, már pedig az elektronok ilyenek lesznek, akkor a Lorentz-erő az egyik végére fogja kitölteni, kitolni az összes erővel, oda fogja taszítani ezeket a töltéseket, és az egyik végén elektron többlet, a másik végén elektron hiány, és ezt mutatja éppen a műszer. Tehát tulajdonképpen a Lorentz-erővel is el lehetett volna jutni. Egy másik kísérlet lesz, amit szeretnék még megmutatni. Ez egy 50 menetes tekercs. Ez az 50 menetes tekercs, ez olyan lesz, hogy az alakja sem változik. Tehát, hogyha én ide szépen beteszem a mágneses térbe, akkor látjuk, hogy itt nincsenek erővonalak, mágneses erővonalak, vagy csak nagyon kevés van. Betesszük, akkor indukál. És most sem... Tehát annyit fog tenni, hogy elforgatom ezt a tekercset, így körbe-körbe, és akkor ennek eredményeként látjuk, hogy feszültség indukálódik. Tehát ezt a mozdulatot csináltam ott bent, ugye? Tehát ugyanezt fogom csinálni most is. Tehát fogom, berakom, és körbe-körbe forgatom, és ennek eredményeként ugye úgy érünk el fluxusváltozást, hogy az egyik esetben ennek a síknak a normálisa éppen merőleges lesz az erővonalakra, a másik esetben párhuzamos, ennek eredményeként érünk el fluxusváltozást. Így egyébként így gyártják idézőjelben a váltóáramot. Egyenletes szögsebességgel forgatják, és akkor egy színuszos váltóáramot fogunk kapni. Akkor azt hiszem, hogy egyelőre ettől a kísérleti összeállítástól köszönjünk el, és akkor
következő kísérleti eszközünk, ez a két darab. Ez a két darab alumínium gyűrű, ami úgymond bifilárisan van fölfüggesztve. A bifiláris fölfüggesztés azt jelenti, hogy erre így ebbe az irányba könnyedén tud lengeni, és erre merőlegesen pedig nem. Tehát ezért alakították ki. Itt van egy mágnes, ugye ezek alumíniumból vannak ezek a gyűrűk. Ha ide mellé teszem, akkor ugye önök már tudják, hogy itt kölcsönhatás van, de ebből a kísérletből ezt nem fogjuk jól megtanulni, mert hiszen a diamágneses hatás, bocsánat, a paramágneses hatás, hogy a alumíniumhoz paramágneses, az olyan csekély, hogy ebből a kísérletből nem látjuk. Hiába teszem ide mellé, nem látjuk, hogy közelebb kerül. Ha mozgatni fogom, akkor viszont erősen látszik az, hogy ez mozgásba jön, annélkül, hogy a gyűrű és a mágnes összeérne. Na akkor járjunk utána pontosan, mi is történik. Hát azt kell mondani, hogy ha változik a mágneses tér, a változó mágneses tér egy elektromos teret fog létrehozni, ami nagyban különbözik attól, amit a nyugalomban levő elektromos töltések hoznak létre. Az a töltés, tehát a nyugalomban levő töltések egy forrásos, örvénymentes teret hoznak létre. Ilyenkor pedig egy örvényes és forrásmentes tér fog indukálódni. Ebben a térben, itt van elhelyezve ez a gyűrű, pontosan az erővonalak záródását követi, és ennek eredményeként, amikor én ezt elkezdem mozgatni, akkor benne feszültség indukálódik, áram fog kialakulni, és ennek az áramnak a mágneses tere fog kölcsönhatni a gyűrűvel. Gondolom, ideig ez világos. Ugye az indukció környékén szoktam abba poénkodni, hogy a teljes indukció azt követelné, hogy járjunk utána, hogy nem az a magyarázat ennek az egésznek, hogy a hetlen karcsak ilyen büdös nagy keze van, nagy a mágnes, és amikor így csóválgatom, akkor itt löbdösi a levegőt, és akkor járjunk utána, hogy nem ez lesz a feladat. Itt van ez a nagyobb felületű gyűrű, ugye ez a nagyobb felületű gyűrűnek, akkor nagyobb hatásának kéne lenni. Szerintem jól látszik, hogy ez a nagyobb felületű gyűrű semmit nem csinál. Magyarázat nagyon egyszerű, ezt a gyűrűt előtte fűrésszel elfűrészeltük, és jól lehet feszültség indukálódik, de áram nem fog tudni kialakulni, ennek eredményeként nem lesz kölcsönhatás. Nézzük meg, térjünk vissza egy kicsit, pontosítsuk meg, hogy hogy is van ez. Tehát akkor itt van ez a gyűrű, ebbe a gyűrűbe, most először az északi pólusával fogom bedugni a mágnest. Így. Azt kell majd megnézni, és arra kérlek benneteket, írjátok föl, hogy most az északi pólusával dugom befelé a gyűrűbe, és megnézzük, hogy a gyűrű merrefele fog megmozdulni a bedugáskor, illetve a kihúzáskor. Szerintem jól látszik, hogy tőlem távolodott, és amikor kihúzom, akkor hozzám közeledik. Jó? Tehát ez a kék pólusnál volt. És megfordítom, és a piros pólussal fogunk kísérletezni. Tessék megfigyelni, bedugom, kihúzom. Mi a különbség? Semmi. Ezt tessék fölírni. Jó? Mindegy, hogy melyik, hiszen most Lenz törvényét akarom elmondani, amely Lenz törvény azt mondja, hogy az indukált áram iránya mindig olyan irányú, hogy az őt létrehozó hatást gyöngíteni igyekszik. Tehát, hogyha ennek a mágnesnek a hatását gyöngíteni akarjuk, akkor egy vele megegyező, tehát ellenkező irányú mágnesnek kellene ébredni. Tehát a gyűrű által létrehozott mágneses tér ilyen taszító lesz. Akár így tesszük be, és akár így tesszük be. Mindenképp esetben taszítás lesz. Az a helyzet, hogy ugye a delta phi per delta t hányadosból, itt most egész pontosan a negatív előjelről beszélünk. Ugye? Tehát az nagyon fontos. Hozzá kell tegyem, hogyha nem negatív lenne az előjel, nem lenne igaz az energia megmaradás törvénye. Akkor ugyanis az történne, hogy bedugom a mágnest, az indukál egy áramot, az az áram pedig elkezdi fölgerjeszteni, és a végén odaig jutnánk, hogy elcsöppen ez az alumínium gyűrű, és kiégetni az asztalt. De hát ezt még nem tapasztaltuk, ez elég régóta ez így néz ki. Tehát az energia megmaradás törvénye is megköveteli, hogy ez itt működjön. A következő kísérlet, amit most meg fogunk közösen nézni, azért ezt elrakjuk innen. Főszereplője,
egy tekercs lesz. Ez egy 5500, körülbelül 5500 menetes tekercs, és ez az 5500 menetes tekercs két végét hozzákötjük egy mérőműszerhez. Ez a mérőműszer 3 volt feszültséget képes mérni. Ezzel a műszerrel fogjuk, ezen a műszeren fogjuk látni, és amit szeretnénk, az nem több, mint hogy én az északi pólusával dugom befelé a mágnest, és azt hiszem jól látszik a baloldali műszeren, hogy ez fog mozogni, ez lesz a feszültségmérő. Tehát amikor én befelé dugom fölfelé, lefele, kifele húzom, lefelé térül ki, itt is megmutathatjuk a sebesség hatását, hogy lassan és gyorsan mozgatom a mágnest a tekercs belsejében. Ha megfordítjuk a pólust, akkor annyi történik, ugyanaz a jelenség figyelhető meg, csak épp ellenkező irányba fog a mágnesünk mozgása által kitérni a mutató. A következőkben pedig vegyünk egy áramforrást. Ez itt van. Az áramforrásunknak segítségével pedig gerjesszünk egy tekercset, tehát itt van a tekercsünk, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is áll az áramforrás. Ugye elindulunk a negatív pólusból mondjuk, megyünk a tekercshez, így. A tekercsből megyünk egy mérőműszerbe, tehát itt van egy mérőműszer, aminek a segítségével a tekercsen folyó áramot fogjuk tudni mérni, és akkor a mérőműszerből az áramforráshoz megyünk, akkor megvan a nézzük, hogy működik-e. Igen, hiszem jól látható, hogy körülbelül 6 ampernyi áramot hoztunk létre, tehát csökkenteni is tudjuk az áramot, meg tudjuk az áramnak az irányát is forgatni. Tehát akkor szerintem induljunk ebből. Az árammal átjárt tekercset fogom mozgatni a másik tekercs belsejébe, és tessék megfigyelni, feszültség indukálódik. Nem túl nagy, de azért azt szerintem jól látszik, hogy betoláskor, kihúzáskor, ha megfordítom az áramirányt, akkor pedig pontosan megfordul az indukált feszültség iránya, pontosan ugyanúgy, mint amikor ródmágnessel kísérleteztünk. Jó? Na most, látjuk, hogy körülbelül 6 ampernyi a gerjesztő áram, így, és akkor ennek a tekercsnek a belsejébe tegyünk egy ferromágneses anyagot. Hát onnan tudjuk, hogy ferromágneses, hogy azt hiszem ez jól látszik, hogy a mágnest vonza. Ezt szépen én ide behelyezem, és végezzük el a kísérletet, és megdöbbentő módon megnövekszik a ugyanakkor áramnak a hatása. Semmi más nem tettünk, csak a tekercs belsejébe egy ferromágneses anyagot tettünk, de hát ugye a ferromágnességről már egy pár órával ezelőtt tanultatok, tehát világosan lehet érteni a magyarázatot. Na most nem minden él nélkül mondom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor gondolkodó hallgató jön a tanterembe, és azt mondja, hogy aha, mi volt a jelenség? Az volt a jelenség, hogy ferromágneses anyag nélkül kicsi volt az indukált feszültség. Ferromágneses anyaggal pedig nagy. Akkor valószínű, hogyha nem mozgatjuk ezt a tekercset, csak a ferromágneses anyagot vesszük ki a tekercsnek, a gerjesztő tekercsnek a belsejéből, akkor is fog indukálódni feszültség. Világos, mert fluxusváltozás kell az indukcióhoz. Szerintem jól látszik, hogy az állandó áram mellett, amikor én kirántom, illetve visszadugom ezt a ferromágneses anyagot, akkor is indukálódik feszültség. Jó? Tehát akkor szerintem kezdünk egyre többet és többet tudni az indukcióról. Világosan látszik az is, hogy az állandó áram esetén az indukált feszültség mint biztosan nulla lesz. Ha változtatjuk a gerjesztő áramot, ez azt jelenti, hogy csökkentem, növelem, csökkentem, növelem, akkor a változás idejére feszültség fog indukálódni. Ezt szerintem többször is megnézhetjük, és ami nagyon fontos, hogy
föltennék egy kérdést. Hogyan lehet nagyon gyorsan fluxust váltani? Hát úgy, hogy egyszerűen kikapcsoljuk ezt az áramot. Fogom, kikapcsolom, és nézzétek meg, irgalmatlan nagy bekapcsoláskor ugyancsak az, hiszen ez egy olyan függvény lesz, hogy egy darabig egyenet, és utána ugrik egyet, tehát ugye világosan látszik, hogy a változás ettől lesz irgalmatlan nagy. Ez azt is jelenti, tessék megfigyelni, hogy egy nem túl nagy áramot kapcsolgattunk ki be, a mutató meg koppant a szélén. Ez praktikusan azt jelenti, hogy amikor induktivitásokat kibe kapcsolgatunk, akkor izgalmas tranziens jelenségek lehetnek. Azt is mondhatnánk, hogy régebben az ilyen induktivitás tartalmazó audiovizuális eszközök mindig akkor mentek tönkre, amikor vagy bekapcsolták őket, vagy kikapcsolták. És akkor most már értjük az okát, kikapcsoláskor egy olyan feszültséglökés van, ami tönkre teheti az eszközt. Jó? Hát akkor azt hiszem, hogy ezzel is megvagyunk. Elköszönünk ettől az eszköztől. És folytatjuk tovább a kísérleteinket. Ugye az indukcióval kapcsolatosan szeretnénk egy-két kísérletet közösen megnézni. Amit itt láttok, az nem más, mint egy tengely, amire föltettünk egy nagyon erős mágnest. Ugye ez a mágnes jobbra is, meg balra is forgatható. Na most, itt van egy alumínium gyűrű, egy csődarabka, szóval én ezt ide elhelyezem, szépen itt marad. Ha megforgatom a teste, ezt a mágnest, akkor kölcsönhatás lesz a kettő között. A kölcsönhatás nagyon izgalmasan és nagyon jól látszik, megforgatom. Amint láttátok, most vonzás volt. Ha másik irányba forgatom, akkor pedig taszítás lesz. Meg lehet nézni még egyszer. Tehát... Egyik irányba és a másik irányba. Hát ugye nyilvánvalóan lehet érezni, hogy az indukált feszültség attól függen, hogy ennek a tömegközéppontja fölött vagy alatt fog indukálódni, annak megfelelően vagy taszítani, vagy vonzani fogja. Ennél kicsit bonyolultabb az, ami ezután fog következni. Van én nekem egy résztömböm, hova tettem a résztömbömet? Behoztam. Na mindegy, hát itt van. Itt van, csak nem tud beszélni. Hát a főszereplő egy résztömb lesz, nézzétek meg, egy szép nagy vastag résztömb, és egy mágnes. Ezt a mágnest, hogyha én itt lejtem, aztán mindenki láthatja, akkor ugyanúgy esik lefelé, ahogyan ezt a gravitációból megszoktuk. Ha erre a résztömbre ejtem, akkor azt hiszem nagyon jól látszik, hogy ez nem fog leesni róla. Vagy nem fog akkorát koppanni. Akár az északi, akár a déli pólusával teszem. Ugye szerintem ez szépen látszik. Ha ezt így fölbillentem, akkor is látszik, hogy ez sokkal lassabban fog elbillenni, mint hogyha itt billenteném föl. Látszik a különbség. Az a helyzet, hogyha megpróbálja az ember ezt így oldalirányban mozgatni, akkor ezt nem tud erről semmit tenni, hiszen az indukált áram az mindig meggátolja a mágnesnek a mozgását. Azt is meg lehet mutatni, hogy a fluxus változás ugye az mindig olyan áramot indukál, amely a változások ellen hat. Ha én most fogom és hirtelen fölemelem ezt a résztömböt, akkor föl tudom emelni a mágnest. Szerintem ez jól látszik, ugye? Tehát akkor a Lorentz-erő az mindig olyan irányú, hogy a változás gyöngíteni igyekszik. Tehát, hogyha én ezt így fölemelem, akkor jól lehet látni, hogy kellően ügyes vagyok, akkor meg tudom emelni velem. Jó? Tehát akkor ez
mindenképpen izgalmas. Ami fontos, hogy ezeket a mágneseket önuralom mentén azonnal el kell rakni a helyére, mert ezek nagyon erős mágnesek. A következőkben szeretném megmutatni a a Foucault-féle ingát. A Foucault inga az a következőképpen néz ki. Tehát ez első leglényegesebb dolog, hogy itt van két darab alumínium lemez, szerintem szépen látszik. Az egyik teljesen tömör, a másik az pedig hozzá képest így be van függőlegesen, vagy tehát ha úgy tetszik, függőlegesen be van vagdosva. Ezeket szépen ide fölakasztjuk, és megnézzük, hogy a lengésük milyen. Hát azt hiszem, hogy aki tanult egy kicsit a rezgésekről és az egyéb aerodikus mozgásokról, akkor azt lehet mondani, hogy alig van csillapítása. Azt szerintem ez egyértelmű. Tegyük meg azt, hogy most ezek után a két lemezt betesszük a mágnes pofáik közé, így, és térítsük ki. Szerintem jól látszik, hogy az egyik az csillapodik, de nem sokat, a másik az pedig, mintha falnak ütközne, úgy áll meg. Megmutathatjuk a másik oldalról is. Ugye világosan látszik, hogy ez, amelyik föl van vágva. Ha az örvényáramok ebbe az irányba szeretnének benne indukálódni, akkor teljesen világosan érthető, hogy ezek a vagdosások, ezek pontosan annak felelnek meg, mint amikor ezt a gyűrűt mi fölvágtuk előre a kísérlet kedvéért. Megmutatom még egyszer, szerintem ez szépen látszik. Az, hogy teljes egészében az örvényáramok felelősek ezért a fékezésért, még egy másik módon is szeretném megmutatni. Készítettünk még egy lemezt, hasonlítsuk össze azt, amit eltettem meg, amit elővettem. Szerintem jól látszik, hogy ez sokkal-sokkal kevesebb anyagból van. Ha úgy tetszik, ebből sokkal kevesebbet vágtunk ki, mint ebből. De, ami fontos, hogy ennek itt alul meghagytuk a részét, tehát itt mindenütt megvannak ezek a lehetőségek, hogy örvényáramok tudjanak folyni. Ha most ezt szépen ide behelyezem, és összehasonlítjuk, hogy szerintem jól látszik, hogy az örvényáramok hatása, ha itt alul össze van kötve, akkor sokkal jobban mutatkozik. Annak ellenére, hogy ebből sokkal több lemezt vágtunk ki. Oké. Tehát a Foucault-féle örvényinga, mint látjuk, ez egy ilyen disszipatív erő. Egy disszipatív erő hatására hő fog fejlődni. És akkor nézzük a következőt. Ha már örvényáram, akkor azért járjuk körül ezt a történetet. Rendesen. És akkor annyit fogunk tenni. Szükségünk lesz egy toroid trafóra. A toroid trafó fog váltokozó áramot előállítani számunkra. Így mi. Szükségünk lesz egy tekercsre. Szükségünk lesz nekünk egy tekercsre, ez már itt is van. Tehát itt van egy 1200 menetes tekercs, egy vasmag. Ezt szépen ide helyezem. És akkor ennek a
vasmagnak, illetve a tekercsnek a segítségével ezen a részen egy váltakozó mágneses teret fogunk tudni létrehozni. Ebbe a váltakozó mágneses térbe helyezzünk be egy serleget. Ez, amint látjátok, egy alumínium serleg. Én ide készítettem egy ilyen központosított részt, és ez így könnyedén tud majd forogni. Ha most úgy helyezem el, hogy közel helyeztem hozzá, bekapcsoljuk az áramot, azt látjuk, hogy taszító hatás révére a serleg ellendül. Mutatom még egyszer, bekapcsoljuk, és azt hiszem jól látszik, hogy ez a serleg ellendül. Abban az esetben, hogyha a serleg és az indukció előállító tekercs közé egy alumínium lemezt helyezünk, akkor megfigyelhető, hogy az alumínium serleg elkezd forogni. Szerintem ez jól látszik. Ha másik irányból dugom be, akkor pedig a forgás irány meg fog változni, és ellenkezőleg fog forogni. Ez a motor az árnyékolt serleges indukciós motornak a modellje. Hát azt hiszem, ez szépen látszik. Tehát nehogy valaki azt így, hogy valami árulás van, semmi több, egy kutya közönséges tejszínhabos flakonnak az alját fűrészeltem le a kísérlethez. Na. Eljött az ideje nagyjából annak, hogy egy kicsit nézzünk utána annak, hogy hogy is lehet egy kicsit tudományosabban megfelelni ennek a dolognak. Akkor mutatom, hogy mik lesznek az eszközeink. Van egy tápegységünk, amely váltakozó áramot fog előállítani számunkra. Ha bekapcsoljuk, akkor 1000 herces váltakozó feszültséget fog létrehozni. Ha valaki megnézi, akkor szerintem ez itt látszik is, ezt rögtön ki is írja ez az eszköz. Szükségünk lesz még egy áramforrásra, vagy bocsánat, egy úgynevezett Helmholtz-féle tekercspárra. Ezt fogjuk ide kötni. Így. Na. Igen. Amint látjátok, 1000 Hz-el ugyanolyan frekvencia, ugyanúgy ízzik látszólag az izzólámpa, mint ahogy eddig megszoktuk. A következő eszközünk egy oszcilloszkóp lesz, amit használunk. Az oszcilloszkópunk rövidesen mutatni fogja azt a jelet, amit előállít ez a tápegység. Semmi többet nem kell tenni, csak ezt ide hozzá kapcsoljuk, és azt hiszem mindenki jól látja, hogy egy színuszos feszültséget látunk. Hogyha én csökkentem az áramerősséget, még növelem, akkor szerintem szépen látszik. Gondolom, ideig teljesen világos. Ez egy Helmholtz-féle tekercspár. Tudjuk, hogy a Helmholtz tekercsnek a belsejében homogén a mágneses tér. Hogyha változik időben a gerjesztőáram, akkor egy időben színuszos mágneses teret fogunk látni. Amit érdemes megnézni, hogy az oszcilloszkóp másik csatornájához egy tekercset helyeztem. Ezt a tekercset behelyezzük ide, és azt hiszem nagyon szépen látszik. Pillanat. Igen, nagyon szépen látszik. Mégiscsak jó volt ez. Igen, nagyon szépen látszik, hogy a két feszültség, a gerjesztő és az indukált feszültség, az éppen 90 fokkal van egymáshoz eltolva. Ez azt jelenti, tessenek utána gondolni, hogyha ezt az ember deriválja, akkor pont az alattam levőt kapja. A fizipédiában úgy szól a kísérlet, hogy vegyünk egy könnyen deriválható jelet. Akár fejben is könnyen le lehet deriválni, ez nektek már könnyedén megy.
És azt hiszem, ez nagyon szépen látszik. Abban az esetben, ha megváltoztatjuk a könnyen deriválható jelet, és akkor most mindenki kipróbálhatja a tudását, a jel az legyen ilyen. Ez azt jelenti, hogy ez egy ilyen fűrészfogjel. Ki tudnám megmondani közületek, hogy mi lesz a deriváltja ennek? Hát ugye világosan látszik, igen, tessék? Hát úgy hívják, hogy négyszögjel. Hát nézzük meg, hogy tényleg az jön ki. Szerintem ez gyönyörűen látszik, hogy egy négyszögjel. Azt kell látni, hogy ugye azokon a töréspontokon ott nem szokás deriválni, ezt azt hiszem már ennyire ismeritek, viszont a két töréspont között, hogy egyenletesen változik, akkor ez azt jelenti, hogy akkor ott a feszültség arra az időre állandó lesz. Hát azt hiszem, hogy az, hogy a gerjesztő áram és az indukált áram, vagy a feszültség között milyen összefüggés van, ez a kísérlet mutatja a legszebben. Én azt gondolom, ezt érdemes megnézni. Na jó, akkor ezt láttuk. Ettől elköszönünk, és akkor erre még majd lesz szükségünk erre a tápegységre, de nem most. Igen. Azt hiszem, hogy visszatérünk, és összerakom ezt a kísérletet még egyszer. Ez tudatos választás volt, hogy még egyszer kikapcsolom, bekapcsolom, azért, hogy elválasszuk ezt a két kísérletet egymástól. Mégpedig azért, mert most visszautalnék egy kicsit az anyagok mágneses térben című kísérletünkre. Biztos emlékeztek rá, hogy be is kell kapcsolni. Biztos emlékeztek rá, hogy azt mondtuk, hogy a vasnak, a ferromágneses anyagnak milyen szerepe van a kísérleteinkben. Hát idáig még semmi különösebbet nem mutattam. Most meg fogjuk csinálni, hogy az egyik jel és a másik jel függvényében fogjuk, tehát nem a vízszintes tenger, nem az idő lesz, hanem az egyik test. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az egyik irányban és a másik irányban a gerjesztő áram, illetve a ráadott válasz van. Azt hiszem, hogy most jól látszik az, hogyha ezt kinagyítom, akkor ez egy négyszögjel. Hát most azokat a rajta ülő kis csúnyaságokkal ne foglalkozunk, az egy gerjedés, de abban most mélyen ne foglalkozunk. Viszont ebbe a térbe elkezdünk betenni vasat, akkor szerintem elébb-utóbb föl fogjátok ismerni a hiszterézis görbét. Tehát azt hiszem, hogy ezt mindenki jól látja, tehát akkor azt hiszem, hogy ezen kéne egy kicsit kisebbet verni. Ahogy egyre jobban és jobban tolom be a vasdarabokat, egyre jobban és jobban telítődik, tehát akkor amit láttok, az nem más, mint a hiszterézis görbe, avval a különbséggel, hogy a hiszterézis görbében addig nem tudunk elmenni, hiszen csak néhány 10 milliampere áramról beszélünk, hogy ezek a vasak telítésbe menjenek. Jó, tehát ezt mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ez a hiszterézis görbének egy olyan része, amikor nincs telítésben a vas. Tessék! Hát ez a BH görbe. Ha szigorúan akarnánk venni. Ugye a B, a világos? Jó, akkor nem is megyünk tovább. Ezt még egyszer mondom, én azért pakoltam és vettem elő, hogy lássuk, hogy ez most nem az indukcióról szól, a vas mágneses tulajdonságairól. Oké. Okay. Akkor ezt most még egyszer elpakoljuk. Nézem, hogy mit ne hagyjak ki, de leginkább semmit. Akkor van egy olyan fogalom, amit úgy hívnak, hogy önindukció. Most egy kicsit az önindukcióval fogunk foglalkozni, és utána járunk, hogy ezt hogy is kell értelmezni. Nyilván csak ezeket. Igen. Két áramforrásunk lesz. Lesz egy egyenáramú áramforrás, ezzel fogjuk kezdeni az önindukció megismerését. És egy áramforrás, vagy egy áramkör is tartozik, hogy mindenki föl ismeri a dolgokat. Akkor ez egy feszültségforrás,
egy kapcsolót mutatnék meg, nem biztos, hogy mindenki ismeri, úgy hívják ezt a kapcsolót, hogy irányváltó kapcsoló. Ugye, hogyha ez itt mínusz, ez itt plusz, akkor az egyik esetben, amit innen elveszünk, ugyanaz, a másik esetben pedig fölcserél a pólust. Jó, tehát ez irányváltó kapcsolónak hívják. Ezt az irányváltó kapcsolót, hogyha tovább folytatjuk, már nincs értelme színezni a vezetékeket, ígyni, és akkor ide jön az az áramkör, ami a főszereplőnk lesz. Nézzük meg pontosan mi is ez, hogy teljesen egyértelmű legyen. Az áramkörünk, tehát itt van egy 17 ohmos ellenállású 1200 menetes vasmagos tekercs. Jó, tehát ez az egyik része. Ezt fogjuk ide kötni ebbe az ágba. Így. Az áramforrásunk pedig az erre a két pontra csatlakozik. Vagyis, ha jól megnézitek, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy bekapcsoljuk az áramot. Igen. És akkor a két ágban azonos nagyságú áram fog folyni. Ez. Így. Köszönöm, hogy szóltál. Na most akkor azt látjuk, tehát itt vannak az áramforrás, irányváltó kapcsoló, két ág van, egy ohmos ellenállás és egy induktív ellenállás. Jó? Tehát ez lesz az alaptörténet. Kikapcsolom és visszakapcsolom. És tessék megnézni, hogy az alsó lámpa mindig későbben kezd el világítani. Azt hiszem, ez jól látszik. Jó? Fordítsuk meg az áramirányt. Most sokkal nagyobb a késés, de csak az első bekapcsolás pillanatában. Nézzük meg, hogy ennek mi lehet a magyarázata. Láttátok, hogy hogy pakoltam össze ezt a vasat, ugye? Összeraktam, és csak így rá van téve. Ha most ezt így fölemelem, azt hiszem nagyon jól látszik, hogy itt marad benne egy kis remanens mágnesség. Tehát most fölkapcsolom, és simán föl lehet emelni. Ha ezt a remanens mágnességet megszüntetem, így, akkor ezt, szerintem ez jól látszik. Bekapcsolom, kikapcsolom, és itt van benne remanencia. Most akkor próbáljuk megérteni, hogy mi is történik. Amikor szétszedem és összerakom, az első bekapcsoláskor viszonylag nagy a késés, és ennek a késésnek a magyarázata, hogy az ebben a vasban fölépült mágneses tér, amíg föl nem épül, addig nagyobb lesz ennek az ellenállása, mint az ohmos ellenállása. A második bekapcsoláskor már van előélete, úgy is mondhatnánk, hogy föl van mágnesezve, és ez a fölmágnesezésnél már kevesebb késést fog adni. Ha átfordítjuk az áramirányt, tehát itt az áramirány kapcsolóval veszem, akkor ismételten nagyobb lesz a késés, pontosan azért, mert az átmágnesezéshez szükséges energia, amíg itt föl nem veszi ez a vas, addig nem fog világítani az alsó lámpa, illetve sokkal alacsonyabb. Ha megfordítjuk az áramirány menet közben, akkor azt látjuk, hogy a fölsőnek semmi nyoma nincs, nem látjuk, míg az alsóban jól lehet látni, hogy egy rövidebb, hosszabb ideig nem világít. Nézzük meg a kísérletet úgy is, hogy mind a kettő világít, és én ezt a vasat zárom. Azt hiszem jól látszik, hogy egy rövidebb időre elalszik ez a lámpa. Nagyon egyszerű a magyarázat. A magyarázat arról szól, hogy a vasban, amíg föl nem ébül a mágneses tér, addig gyakorlatilag lényegesen nagyobb lesz az ohmos ellenállása, ezért a lámpa az nem fog világítani arra az időre. Jó, azt hiszem, hogy ezt idáig mindenki mindent nagyjából megértett, és akkor most elköszönünk az egyenáramú áramforrástól, és a váltakozó áramforrásunkkal fogunk ezután dolgozni. Így. Tehát most, ha bekapcsolom, akkor ugye 1000
herces frekvencia van. Ez nekünk egy kicsit sok lesz a jóból, ezért lemegyünk sokkal lejjebb, hogy jól lehessen szemmel követni 5 tized herc frekvencia, vagy ha úgy tetszik, fél herc a frekvencia. Ugye? Tehát akkor most világosan látszik, kapcsoljuk be az áramforrásunkat, tehát szép lassan elkezdem növelni az áramot. És amit láttok, az nem más, mint ami a deriválásból kijön, hogy ebben az ágban késik az áram. Ugye? Tehát szerintem ez abszolút jól látszik. Az alsó az másik ütemben fog, ugyanabban az ütemben, csak más pillanatban fog világítani. Járjunk utána, hogy kifelelős mindezért. Elkezdem kibontani a vasat, és a vasmag nélkül nézzük, akkor azt lehet mondani, hogy majdnem együtt világít a kettő. Ha valaki azt mondja, hogy együtt világít a kettő, akkor azt is el tudjuk fogadni, hiszen szemmel biztosan nem tudjuk megkülönböztetni. De azt mindenképpen lehet mondani, hogy a vasat elkezdjük betenni, és ha rövidre zárjuk, rövidre zárás után pedig ez a jelenség előjön. Váltakozó áramú impedancia. Jó? Tehát akkor most azt meg tudjuk tenni, hogy ezt a fél hercet elkezdjük egy kicsit frekvenciában növelni. Tessék figyelni, fél herc, és elmegyünk egy kicsit fölfelé. Ez azt jelenti, hogy szaporábban fog villogni a lámpa. És azt is látjuk, hogy a szaporában villogás mellett egy másik jelenség is előjön. Azt, hogy a felső az sokkal-sokkal fényesebben világít, és mostanára, hát már talán nem is látjuk azt, hogy mekkora 1,7 Hz-nél tartunk, és amint látjátok, már alig világít a lámpa. Tehát akkor az induktivitásoknak az impedanciáját a frekvencia függvényében mutatja ez a kísérlet. Ha visszatérünk a fél hercre, akkor visszaáll az eredeti állapot. Így. Szerintem ez is jól látszik. A kísérlet, amit szeretnék még megmutatni, most megint szétszedek mindent gondolatban, és egy másik jelenséget szeretnék megmutatni. Ezt az alsó ágat kikapcsolom, és csak a felső ágról fogunk beszélni. Jó, tehát akkor az a lényege, ohmos ellenállás, izzólámpa, és most, ha megnézitek, akkor azt lehet mondani, hogy az izzólámpánknak a feszültsége, a rákapcsolt feszültség, és a világítás az gyakorlatilag szinkronban van, nem túl gyors a feszültség változás ahhoz, hogy az izzólámpa hőmérséklete követni tudja ezt a teljesítményt. Jó? Ha elkezdjük a frekvenciát növelni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy egyrészt szaporábban villog, és hogyha a szaporaságát úgy föl növeljük, hogy már szemmel ne tudja követni, akkor azt hiszem jól látszik, hogy sokkal kisebb lesz az izzónak a feszültsége, amit itt látunk. Ugye, tehát ez az effektív feszültséghez tartozó világítás, és ha visszatérünk a nulla vagy a fél herchez, akkor ez pedig a pillanatnyi, tehát a csúcs áramhoz tartozó világítás. Tehát magyarul azt hiszem ez világos, ugye? Tehát az effektív és a csúcsérték közötti különbség. Most ha megnézzük azt, hogy elmegyünk 50 Hz-re, hogy ez tényleg, ja, bocsánat, mind 100 Hz is jó nekünk. Ha megváltoztatjuk a jelalakot, ugye itt színuszos jel van, ez fűrészjel, és akkor világos, hogy a fűrészjelnek az effektív értéke az kisebb lesz, ugyanakkor a csúcsfeszültségnél, és hogyha négyszögjelhez megyünk, akkor ott meg lehet látni, hogy nagyobb. Tehát akkor itt azt is meg tudjuk ebben a kísérletben mutatni, hogy a színuszos jel, a fűrészjel és a négyszögjelnek mi az effektív különbsége. Jó? Tehát akkor ezt nagyjából lehet érteni. Ettől a kísérlettől elköszönünk, és visszatérünk az egyenáramú részhez egy kísérlet erejéig.
Ugye mind a két izzólámpánk világít. Így. És azt arra emlékeztek, hogy ha ezt a vasat bezárom, akkor ez a vas egy rövidebb, hosszabb ideig zárás után az alsó lámpa nem fog világítani. Abban az esetben, hogyha megismételnénk visszafelé, tehát le akarnám venni ezt a vasat így, hát itt ember legyen a talpán, aki ezt így ebbe az irányba el tudja húzni, de ebbe az irányba biztosan nem, hiszen olyan nagy a mágneses erő. Abban az esetben az viszont egy oldalirányba elfordítom, akkor látjuk, hogy egy nagyot villan a lámpa, és soha többet nem fog világítani. Ugye addig, amíg az ember a vasat zárta, addig arra az időre az itt indukálódó feszültség kivonódott a tápegység feszültségéből, ezért alacsonyabb volt a világítás. Amikor ezt én megzártam, tehát kinyitottam, akkor villant egyet, mert az itt indukálódó feszültség hozzáadott az áramforrás feszültséghez, és kiégette a lámpát. Úgyhogy ilyenkor szoktam ezt a lámpát valakinek elajándékozni. Megengedő, hogy magának ajándékozom? Nem jó semmire, de fizikatudással tettük tönkre. Tehát ez mindenképpen érdemes. És nekem azért jó, mert akkor emlékezek majd legközelebb, ha be kell hozni, hogy ez már ki van égve, mert egyébként úgy messzéről nem látszik. Na, tehát akkor azt hiszem, hogy az önindukció jelenségével is elég jól el vagyunk. Most már sok mindent tudunk az önindukcióról is. Akkor nézzük, hogy mi maradt még. Az egyik legfontosabb dolog, és most kivételesen az lenne a kérésem, hogy vegyék komolyan a kérésemet. A kérésem az, hogy vegyenek elő egy papírt, és egy táblázatot kéne írni. Ez az eszköz lesz a főszereplő. Ez az eszköz egy Faraday által kigondolt kísérletnek egy változata. Faraday ebben a kísérletében, amit most fogunk látni, ő nem így írta le, hanem én csak ilyen forgómozgásra átkonvertáltam. Tehát az eredeti Faraday elgondolás az egyenes vonalú mozgásokról beszél, de a lényege a következő. Ha megnézik ezt az eszközt, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az eszközünknek van itt egy résztömb. Ide hozom egész közel, hogy a kamera is jól lássa. Ez a résztömb egy darabból van kiesztergálva. Úgy is mondhatnánk, hogy itt van egy korong, és ennek a korongnak van egy tengelye, és ennél a tengelynél fogva meg tudjuk forgatni. Akár jobbra, akár balra. Amit érdemes megnézni, hogy itt van rajta egy csúszógyűrű, ott fönn is látszik esetleg, hát itt van rajta egy csúszógyűrű, és itt van rajta egy másik csúszógyűrű. Ez azt jelenti, hogyha ilyen gépész Móriczka rajzot szeretnék rajzolni, hogy itt van a résztömbünknek a nagyobbik átmérőjű része, itt van a kisebbik átmérőjű része, itt van csapágyazva, tehát ez itt a csapágy, így, és akkor ezen a részen van egy érintkező, így, meg ezen a részen van egy érintkező, ez legyen mondjuk kis R, ez pedig legyen nagy R, így, és a kettő közé teszünk egy érzékeny galvanométert. Így. Jó, tehát ez itt egy galvanométer. És akkor ezt a részt ezt forgathatjuk ebbe az irányba is, meg ebbe az irányba is. Jó, tehát ez az egyik oldal. A másik oldal, amit itt látnak, az egy korong alakú mágnes. Valami ehhez hasonló tessék elképzelni, egy korong alakú mágnes, amit így fogunk tudni forgatni. Így fogunk tudni forgatni. Elhelyezem ezt is, tehát itt van a mágnesünk. Így. Tehát ez lesz itt a mágnes. Ezzel fogjuk tudni itt forgatni, ez ugyancsak meg van csapágyazva.
így, és ezt is tudjuk forgatni, erre is, meg erre is, és akkor az nagyon fontos, hogy a szimmetria tengelye teljesen megegyezik. A mágnesünk, van egy déli pólusa, így, és van egy északi pólusa, így. Ennek megfelelően az erővonalak is ugye úgy vannak, hogy ilyen valami ehhez hasonló formában vannak az erővonalak, ugye az északiból lépnek ki, és a délin mennek be. Szerintem ez most, csak itt berajzoljuk, ez bőven elég. Tehát akkor ugye az első dolog az lesz, hogy van tehát itt van a két érintkező, az egyik az ide fölülre, a másik ide alulra. Ezt hozzákötjük a mérőműszerünkhöz, és akkor szerintem mindenki látja, hogy mi is történik. Mi fog itt valójában történni? Az első, és akkor ezt kéne maguknak megírni, mindenki saját magának. Leírja, hogy ha elkezdjük forgatni a résztömböt, mit fog mutatni a műszer? Világos. Merrefele forgathatjuk jobbra, forgathatjuk balra, forgathatjuk lassan és gyorsan. Ezekre kéne választ adni. A második esetben a mágnest fogjuk forgatni, és a résztöm fog maradni nyugalomban. És a harmadik esetben pedig mind a kettőt egyszerre fogjuk forgatni. Jó? Hát ez nagyon fontos. Még egyszer elmondom. Először a résztömböt fogjuk forgatni, és a mágnes nyugalomban marad. Tehát a rezet forgatjuk, a mágnes nyugalomban marad. Utána fölcseréljük, a mágnes fogjuk forgatni, és a résztöm marad nyugalomban, és legvégül mind a kettőt egyszerre fogjuk azonos sebességgel forgatni. És a kérdés az, önöknek erre kell választ adni, úgy is mondhatnám, hogy ez a válaszadás, ez önmaguknak egy ellenőrző funkció, hogy jól gondolják-e azt, amit leírtak, vagy amiről óvatosan fogalmazok, előre megmondták, hogy mi fog történni. Na nézzük akkor az elsőt. A résztömböt fogom forgatni, és amint látják, ha ebbe az irányba forgatom, akkor felém térül ki, ha másik irányba forgatom, akkor tőlem eltávolodva, tehát még egyszer egyik irány, másik irány. Egyik irány, másik irány. Most lassan fogom forgatni, egészen kis fordulatszámmal, így, és akkor látják, hogy igen, a másik irányba forgatom. Mondom, ezt mindenkinek sikerült kitalálni, ugye? Most nézzük még, mi történik, ha a mágnest forgatjuk. Tessék figyelni. Forgatom az egyik irányba a mágnest, forgatom a másik irányba. Ide rajzoltam ilyen pöttyöket, azért lehessen látni, hogy tényleg forog. Na vajon mi lehet ennek a magyarázata, hogy aki elrontotta ezt, vajon hol ronthatja el? A rajz azt mutatja, hogy van egy mágnes, ugye ez egy korong alakú mágnes, és a korong alakú mágnesnek próbáltuk az erővonalait fölrajzolni. A rajzban az erővonalak ugyanúgy a táblára rajzolódtak, mint maga az eszköz. Valóságban az erővonalak mit is jelentenek? Van erővonal? Ez a kérdés. Erővonal nincs. Erővonal az a mágneses teret szemléltető segéd valami, amit Faraday talált ki. Az erővonalnak a jelentése, ugye, hogy megnézzük, hogy ebben a térben mekkora az erővonalak sűrűsége, az adja a térerőség abszolút értékét, és az erővonalhoz húzható érintő fogja megadni az mágneses térerőségnek a hatásvonalát, és az irányítottsága mutatja meg, hogy a hatásvonal merre felé fog mutatni a térerőség. Tehát, hogyha van egy olyan mágnesem, mutatom még egyszer ezt a mágnest, amelynek a mágneses tere hengerszimmetrikus, és a hengerszimmetria mentén fogjuk forgatni, akkor az adott pontban mágneses térerő változás nem lesz. Tehát erővonal nincs hozzászegezve ezekhez a mágneses tárgyakhoz, tehát ha én ezt forgatom, az erővonal nem változik, ha a szimmetria tengely mentén mozgatom. Ezért volt az, hogyha én ezt itt megforgatom,
akkor ez nem működik. Nem ad indukált feszültséget. Ugye az első esetben az úgynevezett unipoláris indukcióról beszélünk. Az unipoláris indukció az, amikor két különböző átmérőről vesszük le a feszültséget, és akkor tudunk áramot indukálni. Az unipoláris indukcióról azt mindenképpen érdemes elmondani, hogy nagy áramerősséget tud produkálni, nem túl nagy feszültség mellett. Ezért régebben az unipoláris indukciót a kémiai, tehát ilyen galvanizálás eljárásoknál használtak. Tehát volt egy villanymotor, az megforgatott egy ilyen tömböt, és a tömbnek a két különböző átmérőjű levett árammal lehetett kísérletezni, szükség esetén esetleg ezeket még sorba lehetett kapcsolni, tehát akár több száz amper áramot is lehet ebben előállítani, kis feszültség mellett. Tehát egyen áramot lehet előállítani forgómozgásból, közvetlenül ebben a módszerrel. És akkor végül ki az, aki magukon elmondaná, mi lesz, ha együtt fogom forgatni ezt a kettőt, és miért? Mondja. Hangosan, hogy azért jó halljuk. Így van. Tehát akkor azt mondta a kolléga, hogy ugyanaz, mint az első alkalommal, hiszen tök mindegy, hogy a mágnes hogy áll, vagy nem, hogy forog. Ha együtt mozgatjuk, akkor szerintem jól látszik, hogy az indukált feszültség az lesz, mint a legelső esetben. Akkor ez világos, ugye? Szerintem ez az akinek ez sikerült, az veregesse meg a vállát, de azért éljen a gyanúperre, hogy hát a véletlenül találta el. Tehát majd a vizsga és az EH után az egy másik történet. Jó. Nézzük, hogy milyen kísérleteik maradtak még. Az a helyzet, hogy igen. Ez most egy kicsit a vidámság felé megyünk el. Ez valamikor egy külső Winchester tartó volt. Ez a külső Winchester tartó 93 környékén került hozzám, akkor a Műegyetem Fizika Intézetének a levelező szerveinek a külső Winchestere volt benne. Hát látják, hogy mekkora, két dín magas, meg ekkora, amit elfért, és hát azt kell mondjam, hogy 256 megabájt volt a kapacitása, és az egész intézetnek elfért rajta a levelezése. Akkor csatolmány ismeretlen fogalom volt még, és hát nem csak, hogy nagy volt a helye, hanem nagyon nagy áramigénye is volt. Ez itt, ez a tápegység, ez egy 200 wattos tápegység. Ma egy Winchesternek, ami egy külső Winchester, az jellemzően a 2,5 wattról elműködik. Hát biztos láttak már külső Winchestert, amit USB-re rátolnak. Ugye az USB-nek 2,5 watt a maximális teljesítménye, 5 volt 500 milliamper, és hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ez volt a változás, hogy ugye 93-tól napjainkig a 200 wattból lett 2,5 watt maximum. Hát az, hogy kisebbek lettek a Winchesterek, az kősebben nem kell mondanom. Ami még ehhez hozzátartozik, ami izgalmas, hogy a Winchesterek formattálási ideje az ugyanannyi idő, tehát ez azt jelenti, hogy ebből azt is ki lehet számolni, hogy mekkora lett a Winchesterek esetében az olvasási sebesség változás. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elképesztő módon megváltozott az olvasási sebesség, meg az írási sebesség is természetesen. No, kettő darab tekercset fogok hozzá kapcsolni ehhez ez az eszközhöz. Ehhez az eszközhöz azért meg kell magyarázni, itt alul egy erősítő van, egy rádió végfok, és ez itt fölül pedig egy zene CD lejátszó. Ez azt jelenti, hogy ez is már a, úgy is mondjam, a múlt, hogy olyan zene, egyáltalán CD van egy komputerben, egy zene CD-t úgy tud lejátszani önmagától, mutatom, hogy
hogy mutassam? Ez a Space nevű együttesnek a CD-je, ez egy ilyen korszakalkotó, vagy korszakindító CD volt, ha esetleg valaki ismeri, majd fogja látni. Tehát ez a gombot, ha megnyomjuk, és itt elkezd világítani a lámpa, az azt jelenti, hogy lejátsza már a CD-t kompjúter nélkül. Hát ez akkoriban nagy dolog volt, és az erősítőnek itt van a két kivezetése, az egyikre tettünk egy tekercset, a másikra egy másik tekercset. Így né. Na most. Ugye jelen pillanatban azt lehet mondani, hogy ezen áram folyik, mégpedig a zene ütemében. Ha kíváncsiak vagyunk, hogy hogy is működik mindez, akkor vegyünk egy mágnest, és nézzük meg, hogyha ezt az ujjamra így felakasztom, és ezt ide teszem, akkor szerintem jól lehet látni, hogy valami kölcsönhatás van. Jó, tehát ez mondjuk úgy, hogy nem letagadható. A következőkben, hogyha nem tudom, hogy van-e valakinek kedve kijönni, mert ez egy ilyen olyan játék szokott lenni. Tegye már meg, hogy kicsit kijebb jön. Jó? Valamelyik, hát mindig. Mutatom, hogy mit lehet. Megoldjuk. Idébb húzom, mert van benne zsinórba. Oké. Jó. Azt kell, hogy így rátegye a fülére. Úgy. Jó, mindjárt húzok egy kicsit közelebb. Most hall valamit? Most még nem. Így van, lehet hallani a zenét. Hát tulajdonképpen itt a rezgés állapot kialakul, azt mindenki látja. Azt viszont, ha ide rátesszük az asztalra, szerintem ez így jó hallható. De ez idáig egy unalmas dolog, higgyék el nekem, mert akkor lesz ez igazán vidám és szórakoztató, hogyha végig gondoljuk, hogy ma az indukcióról tanultunk. Ez egy változó mágneses teret ad. Ez a mágnes, meg egy állandót. Ugye, akkor az eredmény az itt egy változó mágneses tér. Ha ebbe a változó mágneses térbe egy kiterjedt fémes vezetőt teszünk, abba Foucault-féle örvényáramok fognak indukálódni, és látják, nincs közötte anyag, ami átviszi a rezgést, hanem csak az indukció. Ugye ezt hiszem teljesen egyértelmű, úgyhogy ez az úgynevezett teáskanna rádió kísérlet. Na, hogy az indukciót egy kicsit tovább vegyük, nézzük a másik tekercset, amit az asztalon maradt. Ehhez a másik tekercshez én készítettem egy másik eszközt, ez egy autórádiónak a hangszórója, és a hangszóróhoz hozzátettünk egy tekercset. Így. Szerintem nagyon érződik, hogy a két tekercs között elektromos kapcsolat nincs, csak induktív csatolás van, tehát galvanikus kapcsolat nincs. Látjuk azt, hogy ha én ezt így távolítom, akkor halkul. Ezt nevezhetjük tolópotméternek. Jó, tehát a hangerő szabályzó. Van, aki a tolót szereti. Én öreg ember vagyok, én jobban szeretem, amikor el kell fordítani valamit. Látják? Tehát így is lehet. Akkor ez egy ellenőrzés is egyben, tehát visszatérünk mindazokra, amit tudunk. Természetesen én is érzem, hogy ez elég kevés ez a hangerő. Úgyhogy a hangerő a kevés, akkor tegyünk bele vasat. Szerintem egyre jobb és jobb a hatásfok, hogyha a vasat ilyen zárt jellegűben helyezzük el, akkor egész komoly hatásfokot lehet elérni. Ugyanezt 50 Hz-re méretezték ezt a vasat, mégis mutatja, amit kell. Primer oldal, szekunder oldal, zárt vasmag, tessék emlékezni Déri, Bláti és Cipernowski urakra, akik föltalálták az első iparilag hasznosítható transzformátort. Ez fontos, hogy ők azt találták. Addig is volt ismert, hogy lehetett transzformálni, de a zárt vasmag volt annak idején az ő nagy ötletük. Ők egy kicsit fordítottan dolgoztak. Ha valaki megkeresi a köpeny transzformátornak a lényegét, ők azt találták ki, hogy azt mondták, hogy itt van a tekercs, az egyik, itt a másik, és így ilyen toroidszerűen tekerték be
ferromágneses anyaggal. Az volt a köpenytranszformátor. A primer és szekunder tekercsek könnyen tekercselhetők voltak, a vasnak a tekercselése volt a macerás. Tehát egyébként nagyon jó szórásképet mutatott, és azt kell mondjam, hogy ezek voltak azok, amelyek a legizgalmasabbak voltak az energetika terén. 96% fölötti transformátor hatásfokokkal tudtak már dolgozni. Még nincs vége, még van egy kísérlet, amit mindenképpen szeretnék megmutatni. Ez az úgynevezett Helmholtz-féle tekercs. És akkor a Helmholtz tekercsről a következőt kell tudni. Itt van egy transformátor, aminek segítségével be tudjuk majd állítani az áramerősséget. Tehát ez egy 50 Hz-es transformátor, amint látják, itt van egy szép nagy ilyen keresztmetszetű tekercs, ebben a csőben pedig ferromágneses anyag van. Amikor ezt majd az ember így zárja, akkor itt változó mágneses tér alakul ki. Ebbe a változó mágneses térbe teszünk bele két gyűrűt. Jó, tehát ez a két gyűrű, fogja az ember, megtekeri, és megnyomjuk. Amint látják, ez nem játék. Tehát akkor azt is mondhatjuk, hogy már gyakoroltam, tehát ez, nem, ez már megy, ez már nem probléma. Miért nem repül el a másik? Nem, az föl van fűrészelve. Jó, tehát ezt nem lefele megy, hanem föl van fűrészelve. Na jó, akkor ez idáig világos, mindenki érti a dolgot, meg lehet azt is mutatni, és akkor ez lesz a következő, hogy bezárom állandóra az áramot, tehát itt a nyomógombbal folyamatosan be van zárva, és szép lassan elkezdem növelni az áramerősséget. Ezt kétféleképpen lehet bemutatni, egyik, hogy így nézem a szememmel, és így fölemelem a szememmel, így. Így is lehet, de azért ez a mozdulat fontosabb, maradjunk annyiban. Amit szeretnék megmutatni, hogy ezt a gyűrűt levesszük, és fölteszünk egy másik gyűrűt. Jó? Ez egy vékony alumínium. Egyébként, ha jól megnéz, egy dolgozatnak a nyomtatása van rajta. Egy fizika dolgozat volt rajta. Úgynevezett Xerox. Ez úgy nézett ki, hogy voltak ilyen A4-es nagyságú lapok, arra az írógépen rámásolták, és akkor kurbizni kellett, és jöttek el dolgozatok. Na, mindegy. A lényeg az, hogy bezárjuk, és elkezdjük addig növelni, mondjuk valameddig megemelkedik ez a gyűrű. Kérdés az, hogy mi fog történni, ha ráteszek még egy ilyen gyűrűt. Jó? Tehát ez egy fontos kérdés. Nézzék meg. Gondolkodnak, ugye? Mi fog történni? Ki tudnám megmagyarázni maguk közül ezt? Az az igazság, hogy tanultuk. Én mutattam. Ez az áram, ez létrehoz egy mágneses teret. Ebben a mágneses térben keletkezik, indukálódik egy áram, amiről látták az oszcilloszkópon, hogy az éppen 90 fokkal van eltolva. Az azt jelenti, hogy a két áram antiparallel. Vagyis akkor ez az áramnak a mágneses tere, meg ennek az áramnak a mágneses tere taszítani fogja egymást. De ez teljesen világos, ugye? Akkor nézzük meg, hogy az egyik gyűrű, meg a másik gyűrűben hogy fog áram indukálódni. Ugyanolyan fog. Azok viszont paralel áramok és vonzák egymást. Ezt figyelhették meg. Tessék megnézni még egyszer. Fogom. Ilyen egyszerű. Ha ráteszünk a következőt és a következőt, mert hoztam egy párat, ami biztos alapon, hogy tudják, a megismételhetőség az a nagyon fontos. Látják, ahelyett, hogy lefele menne, elkezd fölfele menni. Sőt, hogyha egy vastagabb gyűrűvel csináljuk, egész komolyan föl lehet emelni. Jó, tehát mindenképpen érdemes ezeket a dolgokat megcsinálni. Azt is meg lehet tenni, hogy vesz az ember egy darab gyűrűt, megnézi, hogy egy darab gyűrű mekkora magasságig megy föl, és veszünk egy vastagabb, de ugyanakkor a gyűrűt, az egy kicsit magasabban fog fölmenni. Nagyon egyszerű a magyarázat.
Ugye teljesen egyértelmű. Ez a viccesen fogalmazok, abban az időből származik, amikor még jól ment az egyetemnek, ugyanis ha ezt az ember kellően erősen rárakja, így, itt van két kampon, mivel ezt föl lehet rögzíteni, így, tehát hogy nem tud ez innen fölugrani, így, és akkor bekapcsolja az ember, akkor az itt folyó áram, az olyan erős lehet, hogy az ide öntött vizet meg tudja forralni. És ugye az volt, hogy aki... Na, még akkor még egy másik dolgot szeretnék elmutatni, hogy itt van ez a gyűrű. Próbáljuk meg, hogy mennyi ideig tudják valaki, aki a legerősebb a csapatban. Ki a legerősebb? Pont nincs itt, mi? Na, szóval az a lényege, hogy elmondom, mit kell csinálni, hogy itt az ujjával így leszorítani. Tehát te már úgyis itt van, akkor próbálja meg maga, jó? De nem kell fölállni, csak annyi, hogy a kollégák lássák, jó? Így a hüvelykujjával így próbálj meg így jó erősen rászorítani, jó? Én adom az áramot, maga pedig nyomja. Na, adják körbe. Na ez az, látják, erről beszéltem, tehát hogy ez meleg. Az örvényáramok, azok a Foucault-féle örvényáramok veszteséget termelnek. Na, szóval az a helyzet, hogy az Foucault-féle örvényáramokkal lehet melegíteni, és akkor ugye ez az eszköz, ez arról szólt, hogy ide, aki megégette az ujját, az innen kapott forró vízben egy kávét. De hát ez most nem megy, tehát mindegy. Hagyjuk ezeket a dolgokat. Azt kell mondjam, hogy amit láttak, az nem másról szólt, mint az indukcióról. És azon gondolkodom, hogy maradt-e ki kísérlet. Tamás, te hogy látod? Szerintem bemutattunk mindent, ugye? Akkor megköszönjük a figyelmet. Ha kérdés van, akkor a szívesen. Egy kísérletet még szívesen megmutatok, amiről el kell mondjam, hogy nem erre az előadáshoz tartozik, hanem egy másikhoz. Hozok hozzá még egy áramforrás, mert az mindenképpen szükséges. Az áramforrásunk egy 9 voltos elem. Íme itt van. Egy 9 voltos elem, és itt fogjuk csinálni, mert itt könnyű kamerázni. Van egy petri csésze, a petri csészében itt, meg itt van egy elektród. Ide öntünk a petri csészébe vizet. Igen. Jó, és akkor ugye azt, hogy az elektromos áram hogyan vezeti, elektromos áramot hogyan vezeti a víz, arról már láttak kísérletet. Ide visszatérünk egy kicsit, és akkor amit szeretnék megmutatni, hogy két darab helyre lehet csatlakozni, az egyik esetben a belső, a másik esetben pedig a külső lesz mondjuk a pozitív. Na most, ha én ezt ide teszem, akkor itt ilyenkor áram folyik, itt a víz esetén. Hogy ha lássunk valamit, ahhoz én hozok majd krétát, és ezt a krétát ilyen porformájában rájuttatjuk a tetejére. Őgy is van. Őgy. Szerintem ez jól látszik. Hát most áram folyik, és akkor a tetején pedig ott van a víz. Na most. A főszereplőnk a mágnes lesz. És, jaj, bocsánat, ide húztam, itt van egy vasdarab, Tamás, ide fogom főrakni. És azt tessék megnézni, szépen ide rátesszük, akkor ez a víz elkezd körbe-körbe forogni. Ott látszik elég jól. Tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni. Abban az esetben, hogyha megfordítjuk a mágneses pólust, tehát akkor ez így jön, akkor szépen fogja magát, és elkezd megfordulni az irány, és most még akkor lesz teljes, hogyha még a mágnest is átfordítjuk. Akkor megint meg fog fordulni az irány. Tehát akkor
Ezt innen elveszem. Olyan erős ez a mágnes, hogy ez a kopasznak is hajmeresztő kategória. Jaj. Úgy. Na, valahol nem megy az áram, mert egyébként kéne működjön. Még szerencsé az elején működött. Hát. Jó, még szerencsé az elején működött, ugye valahol itt ez megszakadhatott. Na, tehát az a lényege, hogy próbáljuk meg megnézni, hogy mit, mi is történik valójában. Ugye ennek a mágnesnek, mondjuk ez az északi pólusa, akkor az összes erővonal így ebben az irányban így függőlegesen áll. Ha erre rátesszük a vezetést, ugye itt van a belső gyűrű, itt a külső gyűrű, akkor ebbe az irányba fog folyni az áram. Az áram hogy valósul meg a vízben, folyadékokban? Úgyhogy az ionok vándorolnak. Az egyik ion az megy befelé, a másik ion megy kifelé, és a Lorentz-erő mind a kettőre ugyanolyan irányú. Világos. Ez egy olyan szivattyú tulajdonképpen, ami mozgó alkatrész nem tartalmaz, csak a szivattyúnak a folyadéka az, ami mozog. Magnetohidrodinamikai szivattyúnak hívják, és Einstein és Kármán, Szilárd Leónak a találmánya. Ők együtt jegyezték be. Nem csak folyadékokban, hanem olvadt fémekben is működik az effektus. Tehát adott esetben olvadt nátriummal is el lehetne végezni a kísérletet, természetesen oxigénmentes környezetben, hogyha óvatosan fogalmaznék, lehetne csinálni higannyal is, de azt meg az Európai Unió tiltotta ki, tehát be vagyunk kerítve, de magnetohidrodinamikai szivattyú név alatt megtalálják. Most nem értem, hogy miért nem működik, de hát ez van.